Minden tök jó. Lenne, ha nem lenne migrénem. Na már most migrénem van. Már jó. Most nem annyira király. Terméktesztet kéne csinálnom. Nem bírnék őszinte mosolyt vágni ehhez most. Úgyhogy inkább nem. Majd holnap. Valaki írt egy kommentet a legújabb videómhoz, de a YouTube szerint nem. A telefonom szerint meg igen. Még jó, hogy a telefonom okos. De úgy kezdődik, hogy holnap megosztod a nagy érdeművel, hogy milyen. Meggondolom a sör. Állítólag ez a Pilsner Urquell, ez a világ legjobb lágersöre, és állítólag ez az árából is lekövetkeztethető, mert hogy ez a legdrágább sör. És hogy? Erre büszkék is, és nem is akarnak olcsóbbak lenni, mert hogy prémium. És hogy akinek ez nem tetszik, az ne vegye. És hát elég az hozzá, hogy nem kóstoltam meg, mert nem vagyok sörös. Szóval... De jó illata van, meg minden. Most fejlődtem föl a borokból, szóval... Most mi van? Most BMW-s vagy Audi-s, érted? Lehet, hogy egyébként az is a baj, hogy reggel még e-maileztem, meg... Intéztem néhány dolgot, és benyomva maradt a tévé, és ment a háttérben ez a nyomorult, undorító, büdös paraszt, átverős, jósolós szar, ez a nyugger kopasztó. Plusz néztem a YouTube-on valamit, és ugye ilyen autoplay-re van állítva, és folyamatosan jönnek olyan videók, amiket nem akarok látni, és az is ment. Olyan magyar vloggerektől, akik Úristen, nem szabadna semmi elé engedni őket. Ez ilyen ember minek beszél? De komolyan, nem tud se értelmeset mondani, se pozitívat. Innentől kezdve, hát ez tök jó, sem értelmes. Visszatérve a tegnapi sajtájra, emlékeztek még, hogy mi volt a tavalyi nyaram legnagyobb problémája? Ja, a flip-flop papucs. Na erre, mit kaptam? Ez a vonzás törvénye. A probléma a vonzás törvényével a következő. Ha nem pontosan vágysz dolgokra, akkor igazából nem is vágysz rájuk. Ez ugyanis 38-as. Úgyhogy innentől kezdve be lehet hozzám jelentkezni egy 38-as Pilsner Urquell csodálatos flip-flop papucsra. Kérdem én, hogy vajon a netpincéren miért kell kitölteni azt a rublikát, hogy szállítási cím. Ugyanis kb. Már negyedszerre hívnak föl pizzafutárok, hogy hát itt vagyok, de nem tudom, hogy hol kell menni és mi a csengő. Ki van töltve? Nincs? Nem? Info? Át? Semmi? Második telefon. Halló, tessék? B. Észre. Erre inkább nem mondok semmit.